Kedves nézőink, a színházi hírekhez visszatérve bizonyára értesültek az országos sajtóból az Arizona Színház körül mostanában kialakult vitáról, melynek lényege az, hogy az új színházi vezetés igyekszik egy egészen új gárdát toborozni, ami persze természetesen sérti a régi tagok érdekeit, hogy ebből mi igaz és mi nem, az majd kiderül a későbbiekben. Annyi bizonyos, hogy sokunk kedvence Eperjes Károly színművész a tagságra felkért színészek közé tartozik. Ebből az apropóból mutatjuk be önöknek egy évvel korábban készült beszélgetésünket, ami színházról, filmről és persze Eperjes Károlyról szól. Csak egy szót a politikáról, neked van valamiféle politikai heppen? Semmi. Az a politika heppen, vagy nincs politika heppen? Tehát én nekem például a választásokon egy párt kivétel mindenki megkért, hogy induljak a választáshoz, hogy hát a... Azt az egy pártot elmúl, de... Nem mondom meg, de egyébként könnyen kitalálható. Munkásőrökkel kapcsolatban? Nem. Az egyetlen pártot, amelyik nem kért rá. Én rájuk is szavaztam aztán. Azért nem mondom meg. Mert úgy gondoltam, hogy ők gondolkodnak a legnormálisabban. Minden más párt... Más okból is úgy gondolkoztam, de elsősorban ez győzött meg, hogy mellettük szavaztam, mikor úgy gondoltam, hogy szavazni el kell. Én teljesen kiszedem magam a politikából már, amennyire lehet. Nekem elég az, hogy én színész vagyok. Szóval nekem az teljes értéke. Arra nincs is jobb szó, hogy az teljes. Az nekem betölt mindent. A Csapla Csacsiban játszott szerepnek sem voltak semmiféle politikai motivumai, tehát te nem akartál bemutatni ezzel egy tipikus volt kommunistát, egy munkásőrt? Fizikailag és lelkileg igen, de nem akartam se gúnytárgyává tenni. Pedig sikerült? Nem sikerült, szerintem nem, mert nem gúnytárgyává tettem, hanem szánandó emberré tettem. Tehát ki lehet nevetni, az természetesen, már mindenkit ki lehet nevetni, de azt nem lehet rá csinálni bele, szóval azt nem lehet csinálni. Én legalábbis így gondolom. Most van ennek a filmnek egy jelenete, amikor bent a házba énekelnek, összemelegedve igen. Volt radikál és a rendőr. És ki van zárva minden. És ki van zárva, és... Igen, ezt mindenki megkérdezi, ahova menjünk. Velük együtt énekel, szóval erre érted azt, hogy te nem akartad úgy tárgyalat? Én pontosan, pont erre a jelenetre értem meg az utolsóra, amit a Töröcsikkel, a Hintával, pont ez a kettő. Most ez minden jelenetnél ez így volt. Csak azoknál a jeleneteknél, ahol több volt a humor, ott a humor végén levágta a Péter, és én nagyon haragudtam, és nem haragudtam, hanem mondtam, hogy én ezt előre tudom, akkor nem így játszom ezt a szerepet, mert én mindenhol hagytam egy lírát rá. Tehát például, mikor van a kiképzés, akkor a végén megint ott is egyedül marad, mikor mindenki elmegy, ott is egyedül marad. Ezeket ő levagdosta, hogy pergőbb legyen a film, hogy többet lehessen nevetni rajta. Én úgy gondoltam, hogy a többit is úgy kellett volna megoldani, hogy több finom pillanata legyen. Ebben a filmben az... Ez a hiba egyébként a filmben, hogy nagyon harsány. Igen. Ez hangzik egy mondat a filmben, ami így szól, hogy a munkásőr is ember. Ezek szerint ezt halálosan komolyan gondolom. Abszolút komolyan gondolom. De mitől lenne ember? Mikor volt 1989-ben, Stúdió 89, akkor rákérdeztek, hogy miért vállaltam én ezt a szerepet, és akkor azt mondtam, hogy úgy gondolom, hogy ez egy színész számára kötelesség, hogyha embert lát abban, amit eljátszhat. Én pedig abszolút embert láttam. Semmi averzióm nem volt. Természetesen nekem vannak magán gondolataim, ami összeegyeztető a filmmel, azt be is vittem, de tehát ilyen szélsőséges embert nem csináltam belőle, mert voltak ilyenek is, akik teljesen elfajzott, negatív irányú munkásőrök voltak, szóval egy ilyen teljesen részeges, a vadászgatós, a dolognak csak a buli oldalát megfogó. Ő ebbe hisz. Ő az, aki géppisztolyal vadászik. Igen. A vértes a gyakorlat után. Na, vannak ott a közöttük olyanok, igen. Azok el is szívál. Ő a magánéletben is viszi ezt a sorsot. Ő ebbe hisz. Közben mondtál egy évszámot, 1989-et. Ez a film, ez nem ma készült, viszont csak ma mutatták be. Ez a baj. Na most miért? Igen, ez a két év késés, ez nem használ. Senki nem tudja, hogy ki volt az, aki erre rájött. Most dobozba került a film? Most állítólag nincsenek betiltott filmek.
Nem volt dobozban, én nem tudom, hogy kinek nem volt. Én egy teát kérnek, egy üres teát. Azt én is kérek, egy teát. Egy jó erős teát kérek szerintem. Citromos. Köszönöm. Ha már így elhozottad, de alkohol szoktál inni? Szoktam. Nem vagyok abstinens, de én abszolút tudom, hogy mi a mérték. Oké, szóval a film viszont nem volt dobozban. Csak nem mutatták be valami miatt. Senki nem tudja azt, hogy miért? Senki nem tudja, hogy miért. Elfektették. Nem, nincs rá szó. Figyelmetlenség, vagy... Nem tudom. Nem beszélve arról, hogy 2 évvel ezelőtt óriási megdurranás lett volna ez a film, most biztos, hogy egy kicsit kisebbet pukkant. Így van. Hát egyébként minden filmnek az mutatja a mértékét, de ugye nem lehet készíteni egy filmet, hogy na most én egy művészfilmet csinálok, az nem. Egy jó filmet lehet csinálni, hogy abból aztán egy jó commerce minőségi film lesz, vagy egy olyan minőségi film, ami az idő múltával, a sors kegyelméből átbillen művészetté, az úgyis csak a sors, meg az idő adja meg. Azt én előre nem határozhatom el, na most én egy művész. Én irtózom is attól, aki azt mondja nekem, hogy na gyere, most csinálok egy olyan művészfilmet, hogy elájult tőle mindenki a szakmába. Egy, az nem a szakmának kell csinálni a filmet. Erre etalon nekem az Eldorado. Az Eldorádót a 2 diplomával, doktorátussal létező ember ugyanúgy érti, mint és ez nem pejoratív gondolom, mint mondjuk egy hétköznapi munkás ember. Ugyanazt fogja föl. Biztos vagyok benne. Természetesen az ő olvasottsága vagy műveltségétől függően más régiókat is megérint, de alapjában ugyanazt fogja föl. És én ezeket a filmeket szeretem igazán. Szóval. Kicsit még visszatérve a Csapdacsacsihoz, ami tulajdonképpen valamilyen mértékben pazudia. Úgy tudom, hogy te régebben sokat parodizáltál. Így van. Néha még ott most is parodizálsz. A haveroknak. És úgy tudom, hogy ennek az elmúlt korszaknak egy egyenes ember is. Kádár János tegére. Sőt, valamit? Nem, szó se lehet, azt nem mondjam, hogy így. A másik dolog pedig az, hogy én... az nem tartozik ide. Nem tudom, hogy első voltam-e, de szerintem az első voltam, aki Kádár paródiát csinálta. 1968. Jó időpont. 67-ben is. Hány éves voltál? Már nem, rosszat mondtam. 71-ben. Akkor hány éves voltál? 17. Ki mit tudom, nem akartál szeretni? De. És hogy nem jutottál? Mert az országos döntőben jutottam, ahogy csináltam. A zsűri elnök a Hoffi volt. Hoffi, ugye Győrből ki volt tiltva. Nem csak a Győrből ki volt tiltva, hanem ráadásul ő akkor még nem csinálta a Kádár paródiáját. És lehet volna valaki, aki esetleg előbb csinálta? Nem, hanem hogy előbb csinálta. Szerintem egyetlen, tehát a sorsunk megvan írva, egyetlen egy dolgunk, amikor utelágazáshoz érünk, akkor el kell dönteni, hogy balra mész vagy jobbra mész. Pozitív vagy a negatív utatra. Persze, amit nem, a papíron nem biztos, hogy tudod, de hogyha addig az utad jó volt, akkor úgy nagyjából jól tudsz dönteni, hogy merre kell tovább menni. És ha kész akarva rossz irányba mész, akkor baj van. Ha kész akaratlanul mész rossz irányba, de azt fölfogod útközben, hogy ez egy rossz út, akkor még vissza lehet róla menni. Ez az a bizonyos aranymetszés? Ez a bizonyos aranymetszéshez tartozó filozófia, ami nekem a mániá. Most ezt korábban kerested, közelítesz már ez a pontos, vagy megtaláltad? Hát ezt nem merem mondani, hogy ez nem vagyok babonás, de ezt nem szeretném kiamálni, de valami fajta közelítés van. Jó, akkor adjuk az elemetszésedet, inkább arról beszélünk, hogy... Bocs. Hogy a fesztiválokról említettél, és beszéltünk tulajdonképpen a Robert De Niroról is. Igen. Úgy tudom, hogy San Sebastianban egy sajtótájékoztató megkérdezték tőled... Jól értesült van. Megkérdezték tőled, hogy ismered-e a Robert De Niro-t, és te úgy vágtad ki magad ebben a helyzetben, hogy igen, ismered őt, de azt szeretnéd megérni, hogy egyszer megkérdezik tőle. Tőle megkérdezik, hogy ismeri a Szamócát. Mondja, ismeri maga a Szamócát, és ő ez ugyanezt a választ fogja adni. De most megvan erre az esélyed, hogy a Robert De Niro valamikor a Szamócát... Én biztos vagyok benne, hogy van olyan színész, hogy ilyen, hogy biztos vagyok benne, hogy látott már. Tehát biztos vagyok benne, hogy érdeklődik a filmművészet iránt, tehát ő megnézi azokat a filmeket, amik Európában úgymond számítanak. Tehát biztos, hogy a Szabó István 2 filmjét látta, hogy
az Európa-díjas Eldorádót biztos, hogy látta. Szóval én gondolom, már csak attól is, hogy Shia Benson, aki állítólag az egyik leghíresebb, vagy talán a leghíresebb filmkritikus a világon, ő a Variety-ben, ami a legnevesebb szaklap, egy teljes oldalt írt rólam, és ott ővel meg az Öpárgyővel hasonlított össze, és hát az ilyesmi nem szokta elkerülni az ott élő színészek figyelmét sem. Legfeljebb Eperjes Károlyként ismer, és nem Szabócaként. Az biztos, hogy... Na most egy kicsit akkor afelé tapogatózunk, hogy... Charlie Eperhez. Így mindig ezt mondja, azt hiszi, hogy spanyol név. Hogy lehet, hogy valami esélyed mégiscsak lesz, hogy innét bejussadok be a körökbe? Egyáltalán akarod te ezt? Nézd! Egy színésznek mindig kihívás ez. Ez olyan, mintha itthon vagy, remélem nem tűnik nagyképpen, ha megnyered a magyar bajnokságot, mondjuk a körmed megnyeri a magyar bajnokságot kosárlabda, attól volt rá például. Én tudok róla, és gratulálok is hozzá, attól ő még megnyerheti a Becket is, vagy elég kíváncsi. Na erre viszont nem volt például, most a te esetedben ez... Nézd, ez itt mindenkinek nagyon nehéz. Nekem itt ebben egyetlen egy nagy nehézségem van, hogy anyanyelvi szinten kéne tudni angolul. Hát én már olyan szinten nem, hát már két filmet forgattam, amúgy most nagyon nekifeküdtem, hogy még jobban tudja. Na most egy olyan szerepet kéne játszani, ami egy néma szerepet fog. Vagy akcentussal beszél. Tehát akkor azonnal vállalnám. De nem kibúvásként mondom, ahhoz, hogy jobban éljek, ahhoz valóban szívesen elvállalnék egy filmet, és nem is ártana, jó is lenne. Van is ajánlat, nem is egy, de a lényeg az, hogy én itthon szeretek dolgozni. Nézd, ez hülye hangzik, meg tudom, sokan mondják rám, hogy, hogy én hülye vagyok, hogy ezt mondom. Nézd, mindegy, hogy hogy fogalmazok, hogy Isten vagy sors, engem a sors ide szám. Valami dolgom nekem itt van. Nekem ezt a dolgomat itt el kell végezni. Hogy ezen kívül én más dolgomat is szélesebben elvégzem, az egy másik, ha adódik. Tehát én ezután nem futok. Ha jön, elvégzem. Itt viszont vannak kötelességeim ebben az országban, és azokat nekem, mást is, tehát a külmunkákat is, de azokat itt kötelező nekem elvégezni. Na akkor a keresztúthoz érsz. Döntened kell, akkor a magyart választod, vagy a külföldit? Nézd, erre nincs recept. Ezt a helyzet fogja meghatározni. Tehát én most neked megígérem azt, hogy ezt fogom választani, aztán mégsem azt. Én biztos vagyok benne, hogy az adott pillanatban azt fogom választani, ami fontosabb. El tudom képzelni azt, hogy egy külföldi film az én szakmai fejlődésem szempontjából, ami a közönségnek is jó, az fontosabb, mint hogy itthon csináljak egy kevésbé jó magyar filmet. Tehát ha az a külföldi film minden körülmények között jobb, mint a magyar, akkor azt választom. De az a külföldi film csak nagy pénzt ígér, de semmi szakmai előmenete ellen nem jár, és itthon ugyanakkor van egy nagyszerű ajánlatom, ami még ha század annyi pénzbe is kerül, már mint annyit fizetni neki, akkor azt fogom választani, abban biztos vagyok, mert az a fontosabb. A század annyi pénz, ez valós arányokat tükröz? Valós arányokat tükröz. Nem akarlak kényelmet. Én egyszer a Wallenberg című filmet forgattam, amiben 10 napot forgattam, én azért a 10 napért több pénzt kaptam, mint a 10 évi színészi fizetésem. Az összes, minden film, színház együtt, minden. Ez szomorú, de ez így van. Én ezt szeretem. Én ezt szerelemmel szeretem. Van mit felhozni egyébként még a bányából? Szóval van menned még? Hát remélem. Hát megyek, lenyúlok. Úgyhogy megyek, lejárok a tárnába. Hát akkor jó szerencsét. Jó, köszönöm szépen. Thank you.